Kezd visszatérni az élet a rendes kerékvágásba abban a kínai tartományban, Hubeiben, ahonnan a koronavírus járvány elindult. A korlátozások még mindig érvényben vannak, de az új fertőzések száma drasztikusan lecsökkent. Már csak külföldről hurcolják be a vírust Kínába. A veszélyt azonban továbbra is komolyan kell venni. Nézzük meg, mi történik a világ néhány egészségügyi rendszerében. Az intenzív osztályokon az orvosok és az ápolónők teljesen kimerültek. Ez nem egy sima influenza szezon, figyelmeztetett a WHO egyik vezetője. Nem minden ország vezetői osztják a véleményét. A brazil elnök például folyamatosan alábecsüli a helyzet súlyosságát és hisztériának nevezi a megelőző intézkedéseket. A karantént sem vette komolyan, amikor kiderült, hogy az egyik munkatársa megfertőződött. Azután, hogy túléltem egy késelést, egy kis influenza nem fog végezni velem. Ha kell, alávettem magam egy újabb tesztnek, de utána megint mindent úgy teszek, mint most, közölte Bolsonaro. Egyébként péntektől Brazíliában is országos vészhelyzetet hirdettek. A dél-amerikai országban eddig 11 halálos áldozata van a vírusnak, és a fertőzöttek száma megközelíti az 1000-et.